A megtiszteltetést ér engem, hogy én konferálhatom fel László Gyula régész professzor tanítványát, dr. Bakai Kornél régész, történész, múzeumigazgatót, aki elfogadta meghívásunkat, és ma a székelyek mindannyiunk történelméről fog egy másfél órás előadást tartani. Át is adom a szót, hadd halljuk Bakai Kornél urat. Köszönjük a tapasztalatot! Tisztelt hallgatóim, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy a sok éves, sőt évtizedes katedrához szokott tanári magatartásomtól most egy picit eltérjek, és hogy ne állva, hanem ülve mondassam el a mondandómat a székelyek eredetéről egy kicsit másképpen címmel, mert ezek a elmúlt napok egy picit egy Erdőból jöttem, vagy jöttünk át, hát talán nem veszik rossz néven, ha én is helyet foglalok. Köszönöm szépen! A cím önmagában is, a székelyek eredetéről szóló cím önmagában is a történettudomány egyik nagyon régi és nagyon kemény kérdése. Két élménnyel kezdeném az előadásomat. Az egyik, hogy a Gyergyószentmiklósi erdélyi magyar ifjúsági táborban, illetve hát rendezvény sorozaton több székely fiatallal találkoztunk, akikkel úgy nem mondom azt, hogy teljesen borozgatásmentesek voltak, vagy sörözgetésmentesek, mindenféle kérdések felmerültek, és volt egy olyan, ami hihetetlenül megütötte a fülem, amely arról szól tulajdonképpen, hogy ő igazából talán fiatalok. Nem is örülnének annak, ha úgy volna, mint régen, hogy Magyarország és Székelyföld újra egy egységben belül élne, mert ők nem magyarok, hanem székelyek. Ezt nem rossz szándékból mondták. És nagy szemekkel meredtek rám, amikor hát igyekeztem erről bizonyos véleményt kifejteni. A másik ott szerzett élmény, amit el is hoztam, meg is mutatom, a Román Akadémiának a tagjai közé került, ez nem kis dolog, a magyarság, a magyar tudomány képviselői szempontjából, Egyed Ákosnak a legújabb könyve, a Székelyek rövid története, a megtelepedéstől 1918-ig címet viseli. Nagyon jó összefoglalás, csak két dolog az, ami ha hozzájutnak és elolvassák, amikor én elolvastam, szinte mellbe jutja az embert. Az egyik, hogy mindjárt az elején közli, hogy a székelyek eredetével nem foglalkozik. Mert ez bonyolult és nemzetközileg is vitatott kérdés. Hát ez önmagában is komoly, hiszen egy történésznek, egy történet kutatónak a tollából hát ilyet olvashatni több mint meglepő. Aztán mégiscsak egy kicsit foglalkozik vele, hiszen legalább 300 esztendeje valójában megválaszolatlan. Ez a kérdés, hogy kik a székelyek. Aztán mindjárt ugye felteszi az ember a kérdést, amint az Egyed Ákos könyvvel kapcsolatban is, és egyáltalán, miért van ez így? Azt mondhatnánk, hogy azért talán, mert
nincsenek megfelelő szakkönyvek, szakmunkák erről a témáról, vagy talán olyan bonyolult a kérdés, hogy szinte jelenleg vagy korábban kutatók rendelkezésére álló eszközök ehhez nem voltak elégségesek? Egyáltalán nem így van, hiszen kocsideréknyi a szakkönyv és a szakkutatások eredményei tartalmazó irodalmi lista, sőt könyvtárnyi tölt meg. Szinte azt lehet mondani, hogy nincs olyan magyar történész, aki valamilyen módon, feltűnően a magyar történettel foglalkozott, ne foglalt volna állást, valamiféle választ ne adott volna erre a kérdésre. Mint mondottam, ennek a kis könyvnek a szerzői azt a megoldást választotta, hogy kikerülte. Kikerülte. Azt a kérdést is kikerülte, amely a kezdetektől a székelyekkel kapcsolatosan egészen elképesztő magyarázatokat adott, hogy néhányat mondjak. A 18. század végén nyilván nem véletlenül, éppen akkor, amikor az a nemzeti tudatunkat, öntudatunkat jelentő alapkérdés, hogy mi tudnillik, mint magyarok, mint a Kárpát-medencében élő magyarok, a nagy szkíta-hun nyelvcsalád vagy népcsalád tagjai vagyunk, megingott, mégpedig azért ingott meg, mert a belénk súlykolt nézetekkel, elméletekkel szemben, amely szerint ugye lassan a magyarok, mi magunk jöttünk rá arra, hogy milyen badarságokat gondoltunk magunkról évezreden, vagy hosszú-hosszú időn keresztül. Tehát, hogy mi jöttünk volna arra, hogy mi nekünk semmi közünk nincs a szitja világhoz, a hunokhoz, az avarokhoz, hanem nekünk ugye egy nagyon-nagyon távoli és kicsi művelődés történeti, hogy finoman fogalmazzak, értékkel bíró, úgynevezett finnugor népecskékkel van rokonság. Ezt a teóriát idegenek találták ki számunkra, és pontosan akkor, a 18. század végén, amikor a székely kérdést illetően is felmerülnek az első, ma már talán nem helyes egy történész embertől különféle jelzéket mondani, de mégis annyit talán megengedheti, hogy elképesztő magyarázatok, ötletek, hogy például az egyik ugyancsak nem magyar eredetű kutató azt fejtegette, hogy a germán gepidák szolga népei a székelyek, akik itt ugye a legyőzettetés után szétszóródtak, és mivel többre nem volt erejük, felmenekültek a hegyek közé, és ő belőlük fejlődött ki a későbbi székelység. De nem kevésbé elképesztő az a mindmáig, és itt nyomatékkal hangsúlyoznám, azért került a címbe az, hogy egy kicsit másképpen, hogy a székelyek tulajdonképpen az államhatalom által széttelepített határőrök, akiknek az volt a feladatuk, ezért itt ennek a könyvben is a hivatalosnak tekintett 2009-ben egy erdélyi magyar tudós, aki a Román Akadémia tagja, azért az nyomós dolog. Ennek a könyvnek is ez a lényege, hogy egy széttelepített határőrök, akik tulajdonképpen azokból az emberekből verbúválódott, gondoljanak mondjuk az Egyesült Államok Kanada létrejöttére, amikor ugye az angolok és a franciák azokat küldték oda, akiket mint bűnözőket oda ki akartak toloncolni. Itt is szerepel ez a nem is titkolt mozzanat, hiszen
úgy mondják, hogy közéjük keveredve hadifoglyok és hát mindenféle zavaros származású emberek. Aztán voltak olyan nézetek, amelyek ugye arról szóltak, hogy a korábbi csatlakozott népek, ez is mindmáig élő akadémiai álláspont, csatlakozott népek leszármazottai, így például a magyar honalapítás idejéből ismert kavarok vagy kavarok leszármazottai, mindezekből számunkra az a legdermesztőbb talán, amely szintén akadémiai elfogadott tételként szerepel mind a mai napig, hogy egy Eszkilnek nevezett bolgárokhoz sorolt népcsoportnak a itragadt maradványai. Amit én eddig elmondtam, mi abban az igazi elképesztés megdöbbenti? Az, hogy bármely önmagukban is azok, az amit most kiragadva elmondtam, de bármelyiket is vizsgáljuk, az az alapvető jellemző, hogy nem magyarok. Nem magyar nyelvűek. Ez a még fájdalmasabbá válik, hogy a elsősorban németek által, akik a finnugor származás elméletet is kitalálták számunkra a 18. század 1760-as évek végén, tehát messze Sajnovics működése előtt, hogy ennek a kidolgozása tulajdonképpen magyar tudósok nevéhez kötődik, mégpedig olyan neves vagy jó nevet szerzettek köz, mint a 19. századnak egyik legnagyobb hírnévre szertett embere, Pauler Gyula, majd az ő nyomdokain az ugyancsak rendkívüli jelentőséget és tulajdonképpen tudományos eredményt is elért Hohmann Bálintnak a nevét kell említenem. Ezt, ha nem is fenntartás nélkül, de kidolgozva elfogadtatta ezt az elméletet, és ennek ugye a legfőbb, még egyszer mondom, a legfőbb jellemzője, hogy nem magyar nyelvű népességű van. Szóval ez odáig fajult, ha szabad így mondanom, hogy a mai magyar felsőoktatást szinte már az akkreditált, a hivatalosan elismert, elfogadott, megkövetelt felsőoktatást meghatározó tankönyvekben, és kizárólag csak a szegedi iskola néven ismert csoportnak a tevékenysége hát lelhető fel, amelynek az vezér alakja volt elhuntáig Kristóf Gyula, aki a Engel Pállal, Lac Ferenccel, Rónatas Andrással egyetemben egy kőkemény blokkot képeznek, akiknek a mondjuk finoman szólva, hogy érzelmi tényezőket is mondjak, nem jellemzőjük a magyarság iránti túlságosan nagy rokonszenv. És ennek a Kristóf Gyulának 1996-ban jelent meg a Székelyek eredete című könyve, nem tudom, találkoztak-e véle, amelyben Expressis Verbis Kerek Perec kijelenti, és ezt gondoljanak bele, azok is, akik székely eredetű itt a teremben vagy, és azok is, akik nem, hogy milyen súlya van ennek, hogy a székelyek igenis idegen, török nyelvű népek, akik csatlakoztak a fejveszetten menekülő magyarokhoz, és a 9. századra elkezdtek elmagyarosodni, és szó szerint idézem a könyvéből, a 10. század elejére,